Meghosszabbítják a téli szünetet az iskolákban, az ősziről pedig az intézmények maguk dönthetnek, így spórol az energiával a kormány. Október közepén indulhat a nemzeti konzultáció az uniós szankciókról, papíron és az interneten is ki lehet tölteni a kérdőívet. Mától vásárolhatók az új állampapírok, 10% feletti hozamot fizetnek, így lehet védekezni az infláció ellen. És újra lódobogástól lesz hangos a Hősök tere, az eddigieknél is látványosabbnak ígérkezik a jubileumi nemzeti vágta. Ez a Híradó 7:30-tól, az M1-en, Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Újabb takarékossági intézkedésről döntött a kormány, változnak az iskolai szünetek időpontjai, őszi szünet helyett idén hosszabb lesz a téli szünet, egészen január 8-áig tart majd. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, központilag nem lesz kötelező az őszi szünet, de a tanintézmények saját hatáskörben dönthetnek úgy, hogy megtartják. Gulyás Gergely hozzátette, a téli szünet idejére kormányzati igazgatási szünetet is elrendelnek, hogy így spóroljanak az energiával. A Mindszenti József Általános Iskola gimnázium és kollégium Zalaegerszeg legnagyobb oktatási intézménye. Több mint 900 gyermek tanul itt 14 ezer négyzetméteren, az elsőtől a 12. évfolyamig. 4-5 éve lett kicserélve, tehát azért viszonylag modern kazánok, és ezzel fűtjük a régi épületet. A 100 éves épületnek így néz ki a fűtési rendszere. Az energiatakarékosság érdekében folyamatosak a fejlesztések. A kazánokat néhány éve kicserélték, több mint 400 új nyilászárót is kapott az intézmény, és nemrég szigetelték is az épületet. Az igazgató szerint ez idén kimondottan hasznukra válik, hiszen a rezsiszámla jelentősen emelkedni fog. Nagyjából 10-szeres áremelkedésre számítunk, ezt kell kigazdálkodnunk. Ezt valószínűleg bizonyos beruházásra elkülönített pénzekből fogjuk tudni majd megtenni ebben az évben. Most ebben nyilván, hogyha a leghidegebb időszakban kell kicsit rövidebbet vagy alacsonyabb hőmérsékletet tartanunk, vagy rövidebb ideig fűtenünk, akkor azért ezen látszódni fog ezen a számlán. Nem csak ez a zalaegerszegi intézmény szeretne takarékoskodni. Idén télen az iskolák és óvodák országszerte igyekeznek spórolni az energiafelhasználáson. Ebben segít most a kormány legújabb döntése is. A téli szünet hosszabb lesz, mint az elmúlt években megszokott volt. Ez is lehetővé teszi azt, hogy az energiával spóroljunk. Az őszi szünet elmarad, és helyette hosszabb lesz a téli vakáció. Ezt a miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be a kormányinfón. Gulyás Gergely hozzátette, december 22-től január 8-áig otthon lehetnek a diákok. December 22-től január 8-áig fog tartani az iskolákban a téli szünet, ez azt jelenti, hogy december 21-e az utolsó nap, amikor még iskolába kell menni, és január 9-e az első. A tanulók naptára tehát így változik. December 20-a helyett 21-e szerda lesz az utolsó tanítási nap. Az új évben pedig január 9-én mennek majd először iskolába a gyerekek. Eredetileg ez január 3-a lett volna. A változás az őszi szünetet is érinti. Nincs központilag őszi szünet. A téli szünet meghosszabbításáról az őszi szünet rovására döntött a kormány, tehát központilag meghatározott kötelező őszi szünet nem lesz, közölte Gulyás Gergely, aki kiemelte, a tanintézmények saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy megtartják. Miután háromnapos igazgatási szünetet az iskoláknak lehetőség van elrendelni, tehát minden igazgató tankerület három napról saját maga dönt, ezért azt ne zárjuk ki, hogy sokan ezzel élni fognak. De központilag őszi szünet nincsen. A miniszter azt is bejelentette, hogy a téli szünet időszakában kormányzati igazgatási szünet is lesz. Ezekben a napokban kötelezően szabadságot kell kivenniük a kormányzati igazgatásban dolgozóknak, hogy ezzel is spórolhasson az állam. Október közepétől kezdik kézbesíteni a nemzeti konzultációs éveket az uniós szankciókról, ezt is a kormányinfón jelentették be. A következő napokban részletesen is bemutatják a konzultációs kérdéseket, ezeket hagyományosan papír alapon, de az interneten is meg lehet majd válaszolni. Európában elsőként Magyarországon mondhatják el az emberek, hogy mit gondolnak az uniós szankciós politikáról. A miniszterelnök közösségi oldalán buzdít részvételre. Mondjuk ki őszintén,
hogy a szankciók bevezetése nem demokratikus módon történt. A szankciókról a brüsszeli bürokraták és az európai elitek döntöttek. Az embereket nem kérdezte meg senki. Hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videóban. A felvétel a kormányfő hétfői napirend előtti felszólalásának egy részletét is tartalmazza, amelyben Orbán Viktor hangsúlyozza, a szankciók árát azonban az európai emberek fizetik meg. Azt mondta, személyes meggyőződése, hogy mielőtt a szankciók visszavonhatatlanul és hosszú távon részeivé válnak a gazdasági életnek, meg kell ismerni az emberek véleményét. Ezért Európában elsőként Magyarországon megkérdezzük az emberek véleményét a szankciókról. Ezt tettük a migráció, a Covid-járvány és a gender ideológia esetében is. Sikerült létrehoznunk a nemzeti egységet, és ezzel megteremtettük a válságkezelés közös alapját. Most is nemzeti konzultációt indítunk, ahol a magyar emberek elmondhatják a véleményüket, egyetértenek-e a szankciókkal, támogatják-e újabb szankciók bevezetését, vagy sem. A kormányfő arra kért minden magyart, hogy mondja el a véleményét, hangsúlyozva, hogy a szankciók minden magyar család életét érintik és érinteni is fogják. A magyar kormány kiemelt fontosságúnak tartja, hogy amire Európában sehol nem volt mód és lehetőség, Magyarországon legyen. A következő napokban a kormány részletesen bemutatja majd a szankciókról szóló nemzeti konzultáció kérdéseit. A kérdőíveket a szokásos módon online és papíron is ki lehet majd tölteni. Az íveket október közepétől kezdik kézbesíteni, közölte Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, a kabinetnek nagyon fontos, hogy az emberek is elmondhassák, mit gondolnak a büntető intézkedésekről. Az elitek döntése helyett az emberek véleményét hallgassuk meg, mondják el, mondhassák el a véleményüket a szankciókról. Ők azok, akik a következményekkel szembesülnek, akik a saját bőrükön érzik ezeknek az európai döntéseknek a következményeit. A miniszter hozzátette, Európában a családok, valamint a cégek szankciós felárat kénytelenek fizetni. Ez pedig sokszor 4-5-szörös energiaszámlát jelent. Emlékeztetett, Magyarország a legnagyobb támogatási programot biztosítja a lakosságnak. Az átlagfogyasztás szintjéig sikerült fenntartani a korábbi árakat, a rezsicsökkentés korábbi árait. Ez bár az éppen aktuális gáz és áramártól változó támogatást jelent, de átlagosan 181 ezer forintos támogatást adunk valamennyi háztartás számára. Szólt arról is, hogy épp az ellenkezője igaz annak, amit Brüsszel ígérte a szankciókról szóló vita során. Kiemelte, a szankciók lényegesen jobban fájnak Európának, mint Oroszországnak. Sőt, a rendkívül magas energiaárakon keresztül, ahogy fogalmazott, mi pénzeljük Oroszországot. Gulyás Gergely azt mondta, Oroszországnak olyan mértékű haszna van a szankciók által kiváltott magas energiaárakból, amelyhez hasonlóra soha az elmúlt 30 évben nem tett szert. Megjegyezte, a szankciók a háború végét nem hozták közelebb, mert láthatóan elhúzódó konfliktusról van szó. Újabb szivárgást észleltek az északi áramlat gázvezetéken, a svéd hatóságok egy másodikukat is találtak, így összesen már 4 helyen szivárog a vezeték. Közben tovább tart a találgatás, hogy kiállhat a gázvezetékek megrongálása mögött. Az orosz külügyi szóvivő szerint Washington érdeke volt, hogy lehetetlenné váljon a szállítás, ezzel ugyanis Amerika új piacot szerezhet magának. Gulyás Gergely a Kormányinfón azt mondta, az elvi lehetősége is megszűnt annak, hogy gáz érkezzen Európába az északi vezetékeken. Bugyogva tör fel a gáz a Balti-tenger mélyén futó északi áramlat 2 gázvezetékből. A felvételeket a svéd parti őrség készítette csütörtök hajnalban az ország gazdasági fennhatósága alá tartozó nemzetközi vizeken. Nem messze innen, egy másik ponton, már hétfő óta szivárog a gáz az Oroszországból induló Németországba tartó vezetéken. 2 tátongójukat fedezett fel az északi áramlat 1-es vezetéken a dán parti őrség, az országhoz tartozó Bornholm sziget közelében. Ezekből is hatalmas erővel tör elő a gáz hétfő óta, felkavarva a vizet egy csaknem 1 kilométeres átmérőjű körben. Becslések szerint a tengerbe kerülő gázok néhány nap alatt akkora szennyezést okoznak, mint amennyi egész Dánia káros anyag kibocsátása 4 hónap alatt.
A veszélyessé vált környékről a hajóforgalmat elterelték, és a Balti-tenger felett futó légi folyosót is átrajzolták. Várakozások szerint még napok telhetnek el, mire a két feltöltött vezetékből az összes gáz elillan. Dán szakértők szerint az északi áramlatot szándékosan rongálták meg. Becslésük szerint több mint 100 kg robbanó anyag kellett ahhoz, hogy a betonnal fedett acélborításban ilyen kárt tudjanak tenni. Az üzemeltető Nord Stream szerint még megbecsülni sem lehet, hogy a két vezetéket mennyi idő alatt lehet helyreállítani. Egy szabotázs akcióval állunk szemben. Még nem tudunk minden részletet arról pontosan, mi történt, de azt egyértelműen látjuk, hogy ez egy szabotázs volt, jelentette ki a lengyel miniszterelnök már kedden. Mateusz Morawiecki aznap nyitotta meg a Lengyelországot Norvégiával összekötő új gázvezetéket, amelynek célja, hogy kiváltsa az eddig Oroszországból importált energiát. Ahogy a lengyel kormányfő szabotást kiáltott, rögtön beindult a találgatás arról, ki állhat az akció mögött, annak ellenére, hogy a NATO főtitkára mindenkit óvaintett az elhamarkodott következtetésektől. Jens Stoltenberg közölte, nemzetközi vizsgálatot indítanak az ügyben. Radek Szikorszky, korábbi lengyel külügyminiszter, a gázszivárgásról készült képet tett közzé mikroblogján, ami fölé azt írta, köszönjük USA. A politikus a bejegyzést azóta törölte, de megosztott egy videót, amely az amerikai elnök egy februári sajtótájékoztatóján készült. Ha Oroszország inváziót indít, tankokkal vagy katonákkal lépi át az ukrán határt, akkor nem lesz tovább északi áramlat. Véget vetünk neki, jelentette ki akkor Joe Biden. Az Egyesült Államok elnökének fenyegető szavait döbben csend követte, majd amikor egy újságíró zavarodottan rákérdezett, hogy mégis hogyan, akkor Joe Biden csak annyit felelt, ígérem, képesek leszünk rá. Az északi áramlat vezetékek működésképtelenné válása az amerikai gázkereskedőknek kedvez, hiszen ezzel új piacot szerezhetnek. Ezt már Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője mondta csütörtökön. A helyzet egyértelmű haszonélvezője természetesen Washington. Csak nézzék vissza, mit mondott az amerikai elnök. Nem egyszer beszélt arról, hogy az északi áramlatot el kell pusztítani, be kell zárni, ki kell iktatni. Mondta Zaharova hozzátéve, hogy Oroszország bár reméli, hogy a nemzetközi nyomozás objektív lesz, de saját vizsgálatot is indított az ügyben. Súlyos helyzet idéz elő az, hogyha az északi áramlat vezeték nem működik. Az északi áramlat vezetékeket ért akcióval az elvi lehetősége is megszűnt annak, hogy az Oroszország felől érkező gázszállításokat újraindítsák, figyelmeztetett Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, Európa energiaellátása ezzel még nehezebben lesz biztosítható. Az északi áramlatok károsodása okán felértékelődik, hogy Magyarország délről is kap gázt. Szijjártó Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban beszélt arról, hogy a török áramlat gázvezeték biztonsága kiemelten fontos Magyarországnak. Ez ugyanis az egyetlen olyan vezeték, ami 100%-os kapacitással képes orosz gáz szállítani Európába. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított, a már korábban megkötött szerződések szerint érkezik gáz hazánkba. Az északi áramlat vezetékei ellen elkövetett támadásoktól és az Ukrajnán keresztüli tranzit ellehetetlenülésétől függetlenül a török áramlat vezetéknek köszönhetően Magyarország energiaellátása, Magyarország földgáz ellátása továbbra is biztosított. A Gazprom által leszerződött mennyiséget és a legutóbb megállapodott plusz mennyiséget is megkapjuk ezen a vezetéken, mint ahogy az elmúlt időszakban minden nap történt. A török áramlat gázvezeték tehát biztosítja hazánk energiaellátását, az európai földgáz ellátási helyzet válságos állapotától függetlenül. Az energiabiztonságról és a migrációról is tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök a török parlament elnökével. A kormányfő a Karmelita Kolostorban fogadta a török nagy nemzetgyűlés elnökét. A megbeszélésen egyetértettek a Magyarország és Törökország számára egyaránt stratégiai jelentőségű kérdésekben.
Az egyeztetésen szó esett a kelet-nyugati irányú gáztranzit szállítás kapacitásainak bővítéséről is. Orbán Viktor nagyra értékelte, hogy a török áramlatra való rácsatlakozással Törökország a magyar piac földgáz ellátásának egyik legfontosabb tranzitországa lett. A megbeszélésen a felek az orosz-ukrán háború kapcsán a mielőbbi tűzszünet és a béketárgyalások fontosságát hangsúlyozták. Az európai energiakrízissel foglalkoztak ma a tagállamok a versenyképességi tanácsülésén. Magyarországot Palkovics László technológiai és ipari miniszter képviselte. Megvitatták, mi a helyes vállalati magatartás veszélyhelyzetben, valamint hogy miként lehetne kevésbé energia és anyagigényes termékeket tervezni, amelyek hosszabb ideig működnek. Palkovics László tárgyalt az uniós energiaügyi biztossal is, és bemutatta neki Magyarország energia átmeneti tervét. Biztos asszony megértette azt, hogy erre Magyarországnak részben jogszabályi környezete, támogatása, illetve nyilván forrásra van szüksége. Ugye ez a program, ami 16 milliárd eurós program, de ami 2050-ig viszont azt fogja elérni, hogy a magyar végfelhasználói energia mix, az tulajdonképpen csak kevesebb, mint 10%-nyi gáz fog tartalmazni, és a maradékon pedig a jó hír, az pedig Magyarország területén elérhető, alapvetően megújuló, időjárásügyű megújuló energiából fog állni, tehát ennek azért van egy környezete, tehát annyi gáz szeretnénk 2050-ben használni csak, ami ahhoz szükséges, hogy azokat a gázerőműveket be tudjuk indítani, ami ha nem süt a nap, akkor energiát állítanak elő. Újabb 200 milliárd eurós program indul Németországban, hogy így csökkentsék a rezsiköltségeket. Az áramárfék után bevezetik a gázárféket is, így egyes felhasználók bizonyos fogyasztásig olcsóbban kaphatják az energiaforrást. A német kormány kölcsönből finanszírozná a rendkívüli támogatási csomagot, szakértők szerint viszont mindez csak rövid távon hozhat megoldást. Új gazdaságvédelmi intézkedéseket jelentett be a német kancellár csütörtökön. A koronavírus fertőzéssel küzdő Olaf Scholz otthonából tartott sajtótájékoztatót. Egy gazdaságvédelmi alapot hozunk létre, hogy csökkentsük az energiaárakat. Ez a nyugdíjasoktól, a családosokon át a kereskedőkig mindenki számára könnyebbséget jelent majd. 200 milliárd eurót különítünk el erre a célra, amihez kölcsönt veszünk fel. Az elektromos áramra vonatkozó ársapka tervei már elkészültek. Jelenleg a gázár felső határának kialakításán dolgozunk. Egy külön bizottságot hoztunk létre, hogy a rendelkezésre álló keretből a lehető leggyorsabban kidolgozza az árcsökkentési javaslatokat, mondta Olaf Scholz. Az ukrajnai háború kitörése óta Oroszország a korábbi 20%-ára csökkentette a Németországba exportált földgáz mennyiségét, ezért az ország új, jellemzően drágább forrásokból kényszerül energiát vásárolni. A nyár közepére a rendkívüli többletköltségekkel küzdő német gázimportőrök csőd közeli állapotba jutottak. A kormány ekkor még a szolgáltatók támogatásában látta a megoldást, és a lakosságra hárította a többletterhek kifizetését. Az augusztusban bevezetett gázbeszerzési illeték éves szinten 480 eurós többletkiadást jelentett volna minden német háztartásnak. A tartományi vezetők szerint az intézkedésnél a német gazdaságnak sokkal nagyobb lökésre van szüksége ahhoz, hogy megbirkózzon az egyre növekvő energiaárakkal. A most bemutatott intézkedések rövid távon megoldást jelenthetnek. Szakértők szerint ugyanakkor hosszú távon tovább növelik az inflációt, amely már szeptemberben is 10%-os volt, és elkerülhetetlenné teszik, hogy jövőre beköszöntsön a recesszió Németországban. A recesszióból való kilábalás a legoptimistább becslések szerint sem kezdődhet meg a jövő tavasznál hamarabb, és a felépülés is hosszantartó folyamat lesz, mondta egy gazdaságkutató. Németország egyelőre csak rövid távon képes kezelni a gazdaság nehézségeit. Az is kiderült most, hogy az eredeti 2022-es év végi leállási tervekkel szemben egy évvel meghosszabbítják az atomerőművek működését, így azok legalább 2023 végéig üzemben maradnak. Egymás után készülnek a vészhelyzeti forgatókönyvek Svédországban, hogyha leállna az energiaszolgáltatás. A skandináv országban ugyanis száraz és szélcsendes volt a nyár, így kevesebb áramot tudtak termelni megújuló energiából, ráadásul az atomerőművek sincsenek felkészülve a fogyasztók ellátására. Közben a gazdasági helyzet is romlik, egekben van az infláció, és a lakhatási költségek is folyamatosan emelkednek. Elszálló energiaárak, romló gazdasági helyzet és kormányváltás. Egyre súlyosabb a helyzet Svédországban. Ez derül ki az Ökonomus gazdaságkutató alapítvány legújabb tanulmányából. A fogyasztói árak emelkedése augusztusban történelmi rekordot döntött, elérte a 9,8%-ot, amire 30 éve nem volt példa. A legnagyobb mértékben a lakhatási és közlekedési költségek emelkedtek.
Az elemzés rámutat, Svédország Magyarországgal ellentétben nem az energia és üzemanyagárak rögzítésére törekedett, hanem adókat csökkentett, de ez nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A kormány úgy számol, hogy a gazdaság jövőre még tovább lassul, akár stagnálhat is az ipari termelés. Közben pedig súlyos energiahiány fenyeget, már vízforgatókönyveket is készítettek. A száraz és szélmentes nyár miatt kevesebb áramot termeltek megújuló energiával, az atomerőművek pedig nem tudják ellátni az országot. Ráadásul az orosz gáz elzárása és az olajexport leállítása után Svédország is kénytelen máshonnan vásárolni, ami emeli a rezsiköltségeket. Az állami energiaszolgáltató takarékoskodási ötletekkel próbálja felkészíteni a lakosságot a térre, például, hogy mossanak éjszaka, szereljenek be ledízzókat és állítsák lejjebb a fűtést. Nyíltan beszélnek arról is, hogy előfordulhatnak részleges áramkorlátozások. Ebben az esetben azt kérik a svédektől, hogy szigeteljék le az ablakokat, a család gyűjjön össze egy szobában és készítsen pokrócokból rögtönzött kunyhót. Pontos tervek vannak arra, hogy mely területeken kell minden körülmények között biztosítani az ellátást, például a kórházakban, ahol egy áramszünet súlyos következményekkel járna, magyarázta az áramhálózatot működtető vállalat stratégiai igazgatója. A kormányzásra készülő mérsékelt párt az atomenergia bővítését támogatja. Már be is jelentették, hogy 400 millió svéd koronát fordítanak erre a célra, de ez most télen még biztosan nem jelent megoldást az energiahiányra. A szeptember 11-i választások sem segítettek a helyzetem, hiszen szinte mindenki ígért valamit, legtöbben olyat ígértek, mutattak rá szakértők, a legtöbb párt betartathatatlan nonszenszekről beszélt. Például arról, hogy 10 atomerővet kellene nagyon gyorsan felépíteni. Tehát mindenki tudja, hogy az atomerőmű nem egyik napról a másikra felépíthető projekt. A svédek 1973-ban a globális olajválság idején már megtapasztalták, milyen az, ha korlátozzák az energiafogyasztást. A lakásokban a megszokottnál hidegebb volt, fűtőolajat és üzemanyagot csak hetente meghatározott mennyiségben jegyre lehetett vásárolni, és még a közvilágítást is korlátozták. Most mindez megismétlődhet, ha Svédország rövid időn belül nem jut plusz energiához. Novák Katalin köztársasági elnök a Sándor palotában fogadta a török parlament a nagy nemzetgyűlés elnökét. A találkozón a két ország kapcsolatairól, azok elmélyítéséről esett szó. A török parlamenti elnök két napot töltött Magyarországon, ez alatt találkozott Kövér Lászlóval, az országgyűlés elnökével, ma pedig Orbán Viktor miniszterelnökkel és Novák Katalin államfővel is. Az ukrajnai háború miatt a globális biztonságunk forog kockán, ezt mondta a külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági és Szociális Bizottság harmadik miniszteri szintű ülésén Bangkokban. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az ukrajnai háború folyamatosan eszkalálódik, miközben a világnak más kihívásokkal is szembe kell néznie. A miniszter kijelentette, a megoldás a béke lenne, ezért Magyarország folyamatosan az azonnali tűzszünet és a béketárgyalások előmozdításán dolgozik. Jelenleg sajnos nem túlzás azt állítani, hogy a globális biztonságunk forog kockán. Mind fizikai, mind az energetikai ellátás szempontjából is kockázat fenyegeti, az élelmiszer ellátás szempontjából, valamint az általános pénzügyi kondíciók tekintetében is. Épp ezért szerintem azt kell kijelentenünk, hogy a dolgok nem igazán a jó irányba haladnak, és azon veszéllyel szembesülünk, hogy a több évtizedes erőfeszítéseink veszélybe kerülhetnek. Mától elérhető két új lakossági állampapír, amelyek 10% felett kamatoznak. A kormány és az államkincstár célja a kibocsátással az volt, hogy az emberek olyan megtakarítási formát választhassanak, amellyel a magas infláció ellenére pénzük megőrzi vásárló erejét. Kamatozásáról tudna nekem részleteket mondani?
Éves szinten a kamata 11,32%. A magas kamat, ami nagyon vonzóvá teszi a mostantól elérhető új bónusz állampapírt. Nem véletlen, hogy nyitástól zárásig a Magyar Államkincstár egyik fővárosi fiókjában szinte minden pult nyitva volt, annyian voltak. 10-ből 9-en az új befektetési lehetőség iránt érdeklődtek. De nem csak a magas kamat miatt lesz az új bónusz, várhatóan a legnépszerűbb állampapír, hanem azért is, mert negyed évente fizet kamatot utána az állam. Ez azt jelenti, hogy aki most vásárol belőle, év végén már csaknem 3% kamatot könyvelhet el magának. Nyilván ez egy rendkívül biztonságos befektetés, és ami nagyon fontos, hogy kamatadómentes. Ezek miatt is kapós lehet az új állampapír a pénzügyminisztérium államtitkára szerint. Tóth Tibor ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a bónusz mellett egy másik magas kamatozású értékpapírt is piacra dobtak. A megújított prémium magyar állampapírt 2027-es és 2029-es lejárattal bocsájtották ki. Itt az induló kamat mindkét sorozat esetében fix, az idei évre 11,75%. A következő évtől pedig követi az idei éves inflációt, de az infláción felül még egy kamat prémiumot is fizet. A rövidebb papír esetében ez 0,75%, míg a hosszabb papír esetében ez 0,5%. És nyilván ez a magas kamatok mellett az nagyon fontos, hogy ez egy kamatadómentes termék. A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint szinte borítékolni lehet, hogy a következő napokban nagyon sokan, nagyon sok pénzért vásárolnak majd az új állampapírokból. Most az emberek olyan befektetéseket keresnek, amelyeknek a kamata összevethető az inflációval. Márpedig nem könnyű jelenleg a piacon olyan befektetési lehetőséget találni, amelynek a hozama 10% feletti. Az új állampapíroknak, a bónusznak, illetve az új kamatozású prémiumnak egyértelműen olyan magas már a hozama, a 11% fölötti hozama, ami arra ösztönözheti az embereket, hogy ilyen állampapírokba lekössék a pénzüket. Így azt nem a boltokban költik el, tehát csökken a fogyasztás, ami pedig mérsékelheti az inflációt. Erre szükség is van, hiszen a Magyar Nemzeti Bank előrejelzése szerint 2022-re a korábban vártnál magasabb 13,5, illetve 14,5% közötti éves átlagos infláció várható. A fogyasztói árindex jövőre a 11,5 és 14% sávban lehet majd, 2024-ben pedig 2,5-4%-ra lassulhat. Az év legnagyobb nemzetközi hadgyakorlatát tartották a várpalotai lőtéren. A kéthetes NATO kiképzésen 5 nemzet 1200 katonája vett részt, a magyar alakulat pedig kiemelkedően teljesített. A honvédelmi miniszter azt mondta, hogy a világban tapasztalható gazdasági válság ellenére itthon folytatódik a honvédség korszerűsítése. 5 nemzet 1200 katonája adott számot tudásáról a NATO ellenőrei előtt a Brave Warrior, vagyis Bátor Harcos 2022 fedő nevű gyakorlaton a várpalotai gyakorlótéren. Az éles lövészettel egybekötött harcászati foglalkozáson a Magyar Honvédség 17 alakulata mellett olasz, horvát, szlovák és amerikai egységek is részt vettek. A több mint 50 harcjárművet felvonultató szárazföldi erők légitámogatását 8 helikopter és egy Gripen géppár adta. A gyakorlaton a harccsoport bizonyította, hogy a nemzeti egységek között, harctéri körülmények között is zökkenőmentes az együttműködés. Mi ezt a több nemzeti zászlajtörzset megalakítottuk, összeraktuk, együtt összekovácsolódtunk, és ugye mellékelt foglalkozás is mutatta, ezt a gyakorlatot eredményesen végre tudtuk hajtani. A kéthetes gyakorlaton a harccsoport bizonyította, hogy képes csatlakozni a NATO vezetési rendszeréhez, elsőként az Észak-Atlanti Szövetség keleti szárnyán. A NATO ellenőrök meg a Tag Combat Ready, tehát a harckész minősítés ennek a zászlaj harccsoportnak, az elsők között kaptuk meg a keleti szárnyán, a NATO keleti szárnyán telepített harccsoportok sorában.
A Magyar Honvédség a gyakorlaton bevetette a haderőfejlesztési programban beszerzett Gidrán harcjárműveket, Leopard harckocsikat és az új H-145-ös helikoptereket is. A honvédelmi miniszter azt mondta, hogy a világban tapasztalható gazdasági válság ellenére folytatódik a honvédség korszerűsítése. A magyar haderőfejlesztés a rossz szankciók hatására kialakuló globális gazdasági válság ellenére is fennmarad. Ezt a honvédelmi alap teszi lehetővé, hogy nem kell félbehagynunk, sőt, föl tudtuk gyorsítani a magyar haderő fejlesztését, és ez a munka... Mivel hallatszik, hogy a katonák is élvezték a gyakorlatot, és ez a munka tovább folytatódik. A magyar katonák az elmúlt hónapokban egyre több időt töltenek harcászati kiképzéssel. A gyakorlóterek mellett nemzetközi missziókban, köztük az iraki koalíciós katonai műveletekben is gyűjtik a harci tapasztalatokat. Mérföldkő lehet a mesterséges intelligencia alkalmazása a tüdőrák diagnosztikában. Erről beszélt a Semmelweis Egyetem rektora. Merkeli Béla kiemelte, több kutatócéggel közösen fejlesztettek ki egy olyan programot, amely a CT felvételek elemzésével szűri ki a daganatos megbetegedéseket. A szoftver egy gyors összegzést készít, amely segíti az orvosok munkáját. Az új rendszert mellkasi szervek komplex vizsgálatára, szív és tüdő egyéb betegségeinek diagnosztizálására is kikívánjuk terjeszteni a jövőben. A mesterséges intelligencia orvosdiagnosztikai felhasználása nemzetközi szinten is élvonalbeli kutatásnak minősült, ezért is vagyok büszke arra, hogy a projekt a Semmelweis Egyetem közreműködésével valósult meg. A parlament elnökének döntését kifogásolja a Mi Hazánk mozgalom. Novák Előd azt mondta, Kövér László arra hivatkozva tiltotta le a cigánybűnözés visszaszorításáért javasolt módosítását, hogy a címe sérti az országgyűlés tekintélyét. A politikus ugyanakkor emlékeztetett, hogy a legfelsőbb bíróság döntése szerint a cigánybűnözés szóhasználata jogszerű. Az országgyűlés méltóságát inkább az sérti, hogy egy megválasztott országgyűlési képviselő lényegre törő című, de szakmailag is kidolgozott javaslata nem kerülhet az országgyűlés illetékes bizottsága elé. Az MSZP szerint egyre nehezebb helyzetben vannak az alapítványi fenntartásba került felsőoktatási intézmények. Hiller István azt mondta, ezek az intézmények nem képesek az államtól való független működésre, és különösen igaz ez a drámai gáz és áramárak mellett. Milyen hiszünk abban, hogy Magyarországnak ebben a kényszerű helyzetben a jövőre az oktatásba kell fektetni. Ezt látom kiútnak, ezt viszont kiútnak látom. Az LMP továbbra is lakáskorszerűsítési programot követel. A párt szerint egyre többen fognak energiaszegénységgel küzdeni. Az LMP ismételten újra és újra azt követeli a kormánytól, hogy indítson el egy 300 milliárd forintos évi szociális alapú lakáskorszerűsítési programot. A Párbeszéd szerint októbertől sok intézménynek és vállalatnak nem lesz gázszolgáltatási szerződése. A párt társelnöke azt mondta, hogy már a kikapcsolási értesítőket is kiküldték. A párt a kormánytól vár választ arra, hogy hogyan rendezik a helyzetet. Mondják el, hogy készen állnak-e azok a jogszabályok, meghozták-e azokat a döntéseket, amelyel kijelölik az MBM-et a hiányzó szerződések megkötésére. A rezsimoratórium bevezetését javasolja a DK, a párt egyebek mellett 5%-ra csökkentené a gáz és az áram áfáját, és befagyasztanák a rendszer használati díjakat. Egy felelős, tisztességes, európai szemléletű és baloldali kormány a rezsimoratóriumot vezetné be a jelenlegi helyzetben. A Fidesz szerint Gyurcsányék nem befagyasztanák, hanem egy tolvonással a többszörösére emelnék a rezsit, ugyanis szankciópártiak és rezsi emelés mániásak. Azt is írták, hogy a baloldalt kilóra megvették a külföldi kampánypénzekkel, hogy az Európát tönkretevő brüsszeli szankciók mellé álljanak. Gyurcsányék árnyék minisztere kiáll a szankciók mellett, erről írt az Origó. A lap emlékeztet rá, hogy a DK-s Varjú László évek óta támadja a paksi bővítést vagy a rezsicsökkentést, miközben éppen a héten ismerte el, hogy utóbbi nagyban segít a magyar családokon. Varjú Laci kitűnő közgazdász, és
gazdaságpolitikus. Így jelentette be egy hete Dobrev Klára, hogy Varjú László lesz árnyék kormánya, energia és rezsiügyi árnyék minisztere. Gyurcsány Ferenc felesége úgy fogalmazott, Varjú Lászlót azzal bízza meg, hogy számolja fel a világban is egyre erősödő energiaválság magyarországi hatásait. Varjú László feladata lesz, hogy megmutassa, hogy hogyan fogjuk tudni elérni Magyarország energiafüggetlenségét, hogyan fogjuk csökkenteni az orosz gáztól való függőségünket. A témáról korábban többször is beszélt már Varjú László, határozottan kiállt például az Oroszország elleni szankciók mellett. Erről az ATV-ben is beszélt néhány hónappal ezelőtt. Hát ugye nem csak Magyarország és nem csak az ellenzék, de ugye az Európai Unió, illetve az Európai Parlament is dönthetett arról, hogy márpedig azok a beruházások és azok az érdekeltségek, amelyek Magyarországot összekötik Oroszországgal, ott szankcionálni kell és lépni kell. Mindezek után pedig elismerte, hogy a szankciók rontják a gazdasági helyzetet. Az általában a helyzetet mondhat, hogy gazdasági értelemben rontja, de ami ennél nagyobb baj, hogy Oroszország háborúja, az bebizonyította azt, hogy Oroszország kiszámíthatatlan és megbízhatatlan partner. Gyurcsányék árnyék minisztere kiáll a szankciók mellett, az sem számít, hogy az uniós intézkedések rontják a gazdasági helyzetet. Erről már az Origó írt. A portál megjegyzi, a DK-s politikus azt is felvetette a szankciók egyik fontos elemeként, hogy a Magyarországon élő letelepedési kötvénnyel érkezett 1200 orosz állampolgár hívja fel Putyin elnököt, és idézem, mondja meg, hogy fejezze be azt, amit Ukrajna ellen csinál. Az itt élő oroszok vegzálása mellett támadta a Paks 2 beruházást is, januárban pedig helytelen és rossz beavatkozási módszernek nevezte az Orbán kormány által bevezetett hatósági árakat. A hatósági ár bevezetése amúgy is egyébként ez a versenypiaci körülmények között ez helytelen és rossz beavatkozási módszer. Az Origó szerint a DK rezsiügyi minisztere évek óta ágál a rezsicsökkentés ellen, amit rendszeresen rezsihazugságnak nevez. Legutóbb kedden este a Szeged televízióban Varjú László azt állította, hogy a kedvezményes áram- és földgáztarifa csak a fogyasztók negyedét érinti, a többiek, mint fogalmazott, rettegnek, hogy mennyi lesz a számlájuk. Az Origó úgy fogalmaz, miközben tehát Gyurcsányék rezsiügyi árnyék minisztere évek óta tagadja a rezsicsökkentést, ezzel a nyilatkozatával elismerte, hogy mégis létezik rezsicsökkentés, nem is kevés, hiszen évekig mindenki jóval a piaci ár alatt kapta a gázt és az áramot, és az átlagfogyasztásig ez minden magyar háztartás számára továbbra is így van. Az ellenzék függetlensége nem biztosított, dollár baloldal működik Magyarországon. A miniszterelnökséget vezető miniszter fogalmazott így a Kormányinfón, amikor a baloldal kampány finanszírozásáról kérdezték. Néhány hete beszélt arról Márki-Zay Péter, hogy több millió dollárt kaptak Amerikából. Gulyás Gergely szerint ez példátlan politikai botrány, a rendszerváltozás óta nem történt hasonló. Még júniusban is érkezett az Action for Democracy-tól több mint 400 millió forint. 2 milliárd forint körüli összegből túlnyomó részben Amerikából kapott támogatásokból gazdálkodott a Mindenki Magyarországa mozgalom a választási kampányban, szólta el magát Márki-Zay Péter. A baloldal bukott miniszterelnök jelöltje példaként említette a Soros Györgyhöz köthető Action for Democracy nevű szervezetet, ahonnan érkezett pénz. Nem tudom, hogy érkezett-e, azt meg végképp nem, hogy kampányra. A baloldalt irányító Gyurcsány Ferenc többször is azt állította, a hatalmas összegről nem volt tudomása, pártja a DK pedig abból egy fillért sem kapott. Nyilvánvalóan nem mentek pártokhoz. Márki-Zay Péter később visszautasította a tiltott pártfinanszírozás vágyát, de felmerült, hogy a Karácsony Gergely által létrehozott 99 mozgalom egyesülethez is érkezhettek amerikai kampánypénzek, legalább 500 millió forint. Egy ideig ugyanis a főpolgármester szervezete is szerepelt a támogatotti listán. Főpolgármester úr, mikor fogja elszámolni azt az 500 milliót, amit a kampányra kapott? Viszontlátásra. Karácsony Gergely hárított, hiába kérdezték többször is az újságírók, nem válaszolt. A MediaWorks hírcentrumnak annyit viszont most elmondott a főpolgármester, hogy az ügy egyik központi szereplőjétől, Korányi Dávidtól megválnak. Valószínűleg ezt a megbízatását valószínűleg meg fogjuk szüntetni. A New Yorkban élő Korányi Dávid az Action for Democracy magyar vezetője, aki nem mellesleg korábban Bajnai Gordon, most pedig Karácsony Gergely tanácsadója.
Rajta keresztül érkezhettek a külföldi pénzek a baloldal kampányához. Indokolta a dollár baloldal elnevezés. Az ellenzék függetlensége nem biztosított, dollár baloldal működik Magyarországon, így reagált a miniszterelnökséget vezető miniszter az ügyre. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, ez példátlan politikai botrány, a rendszerváltozás óta nem történt hasonló. A legaggasztóbb kérdés pedig az, hogy kinek és mit ígértek a támogatásért cserébe. Valóban igyekszik elterelni a figyelmet arról a botrányról, ami a tiltott jogállás és külföldi pártfinanszírozással kapcsolatos. Sose gondoltuk volna, hogy Magyarországon a baloldal az dollár baloldal lesz. Egy ilyen mértékű külföldi támogatás önmagában is felveti azt, hogy vajon mit ígértek ezért, és kinek állnak szolgálatában. Példátlan politikai botrány ez a rendszerváltoztatás óta. Soha meg sem kíséreltek hasonlót, nemhogy végrehajtották volna. A Fidesz kezdeményezte, hogy üljön össze az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága és vizsgálja ki az ügyet. A párt szerint törvénytelen, durva beavatkozási kísérlet történt a magyar választásba. Az M1 megkeresésére a Nemzeti Nyomozóiroda megerősítette, a baloldali kampánypénzekkel kapcsolatban sikkasztás és pénzmosás gyanújával nyomoznak. Május 12-e óta minden csütörtökön lehetőséget adunk, hogy bemutatkozzanak az országgyűlési választásokon egyéniben győztes képviselők, beszélhessenek választókerületükről, jelentősebb feladataikról. Hívunk mindenkit, függetlenül attól, hogy kormánypárti vagy ellenzéki. Mai adásunkba Mihálfi Bélát hívtuk a Fidesz-KDNP-től, ő azonban nem érkezett meg a stúdióba. A természetvédelmet nem lehet politikai vagy ideológiai kérdéssé tenni, és nem szabad hagyni, hogy azt politikai pártok vagy mozgalmak monopolizálják, mert úgy elveszítheti hitelességét. Erről a külgazdasági és külügyminiszter beszélt a Tájföldi Fenntarthatósági Expón. Szijjártó Péter elmondta, hogy Magyarország az uniós tagországok közül elsőként ratifikálta a párizsi megállapodást, és a világon hetedikként iktatta törvénybe a klímasemlegesség elvét. A miniszter arról is beszélt, hogy figyelembe véve a jelenlegi európai energiaválságot, valamint Magyarország zöld vállalásait és földrajzi helyzetét, az atom és a napenergia kombinációja lehet a legjobb megoldás. Az atomenergia és a napenergia növeli az energiabiztonságot Európában, és mindkettő csökkenti a kibocsátást, mindemellett pedig mindkettő függetlenné tesz bennünket, és megóvja az országokat a némileg irracionális energiaárváltozásoktól a nemzetközi piacon. Szinte minden készen áll már a hétvégi nemzeti vágtára Budapesten. A nemzetközi futamok versenyzői már a fővárosban vannak, ma lovakkal is megismerkedhettek, amivel versenyeznek. Idén 12 ország lovasa mutatkozhat be a megmérettetésen, a pályabeosztást ma sorsolták ki a szervezők. A Hősök tere környékén holnaptól lezárásokra kell számítaniuk a közlekedőknek. Az első előfutamban tehát Szerbia. Ünnepélyes keretek között sorsolták ki a nemzetközi futamon indulók sorrendjét. A távolról érkező lovasok a Bábolna nemzeti ménesbirtoktól kapnak lovat a versenyre. Az indulók nagy száma miatt két előfutamot rendeznek a hétvégi döntőn. Kína, Szerbia, Szurinám, Törökország, Szlovénia és az Egyesült Államokon kívül részt vesznek még a nemzetközi futamon az osztrákok, a mongolok, az olaszok, az Egyesült Királyság, Mexikó és Magyarország lovasai is. 12 ország vesz részt benne. Ahhoz, hogy egységes feltételeket teremtsünk a küzdelembe, ehhez mi adtuk a nevünket, mi adtuk hozzá a lovakat, és megpróbáltuk őket úgy felkészíteni, hogy mindenki egyforma eséllyel induljon. Nekünk ez egy nagyon jó megjelenési forma, egy picit meg tudjuk mutatni azt, ami itt folyik nálunk. A több ezer kilométerről érkező versenyzők a hétvégi verseny előtt most először lovagolhatták meg azt a lovat, amely a 15. nemzeti vágtán a partnerük lesz majd a magyar fővárosban. Fölülnek most, és itt egy edzést is tartunk itt a Bábolnai Ménes centerpályán. A verseny előtt mindössze 3 alkalommal tudnak gyakorolni a lovasok a kisorsolt lovaikkal. A világ szinte összes részéből jöttek lovasok, és azért ez egy nagy dolog, hogy a Hősök terén a mexikói, a hongkongi, az Egyesült Államokból jövő találkozik akár a magyar lovassal. Egy érdekes verseny lesz vasárnap október 1-én a Hősök terén, és hát az én sem tudom megmondani, hogy kinek a tiszteletére lesz majd a himnusz a vágtadombon.
Ez pedig már a budapesti Hősök tere, az esemény főhelyszíne. Nagy a készülődés a téren és a környező utcákban is. Az évforduló alkalmából a programok idén a 15-ös szám köré szerveződnek. Az esemény egyik leglátványosabb eleme lesz, hogy 150 lovas gyermek vonul majd fel Pónyháton a vasárnapi döntő napján. Szinte már minden egy helyen van itt a Hősök terén a hétvégi rendezvényhez. A mögöttem látható vágta feliratú kamion, a több tonnányi vasszerkezet, a lelátók, a munkagépek. Talán ami még hiányzik, az a több száz köbméternyi homok, amely a pálya alapja lesz, és amellyel tulajdonképpen beborítják az egész Hősök terét. Tehát elsején és másodikán, vagyis szombat, vasárnap 15. alkalommal rendezik meg a nemzeti vágtát. A híradót Orsos Róbert tudósította.